Egy csapat erejét az mutatja legjobban, hogy milyen stabil utánpótlással rendelkezik. Ezt szem előtt tartva a legkiválóbb ifjú focistákat díjazták az FC 60 évzáró ünnepségén. A Diszi aulája teljesen megtelt fiatal tehetségekkel, büszke szülőkkel és sportszerető emberekkel. Szabó Zsolt polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy egy MB2-es futballcsapatot szeretnének felépíteni 60-ban. A társasági adókedvezménynek köszönhetően pedig ennek az anyagi hátterét is egyre stabilabban lehet biztosítani. A mi feladatunk, hogy megteremtsük a lehetőséget számukra, hogy egyszer majd híres 60-iak jussanak el MB1-be, vagy akár a világba is, és drukkolunk nekik, hogy ez minél inkább így legyen. Ofella Zoltán az FC 60 elnöke a klub terveiről és céljairól beszélt, valamint megköszönte azok munkáját, akik segítik a csapatot. Úgy néz ki, hogy mondhatom azt, abból a 121 millió forintból jelen pillanatban már 38 millió forint, ami reálisan megvan szerződésben. Tehát úgy, ahogy polgármester úr említette, az utánpótlásra az a 34 millió forint, ami a rendelkezésünkre áll. Úgy néz ki, hogy ebben a bajnokságban ezt már el fogjuk tudni költeni. Az estén díjazták a házigól királyokat, a legszorgalmasabb és a legjobb teljesítményt nyújtó játékosokat, és a jó tanuló, jó sportolókat.